A zentai Turzó Lajos általános iskola végzőse Surányi Kata fontosnak érezte, hogy részt vegyen a nyílt napon, hogy információk birtokában a helyes döntést hozhassa meg tovább tanulását illetően. A közgazdasági iskolába szeretnék tovább tanulni. Azért jöttem el a nyílt napra, hogy még többet tudjak erről az iskoláról, és megismerkedjek a tanárokkal is. És mi az, ami leginkább vonz ebben az iskolában, ebben a szakban? Hát az, hogy nagyon kedvesek a diákok, a tanárok, meg a szakok is nagyon tetszenek, a tantárgyak, főleg a matematika. Pillanatnyilag 224 tanulója van a zentai közgazdasági és kereskedelmi iskolának, közülük az egyik erdélyi Barbara, aki az iskola befejezése után a Szabadkai Közgazdasági Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait. Mint mondja, az itteni erős, mindenre kiterjedő oktatásnak köszönhetően döntött így. Én most vagyok végzős, és szerintem nagyon jó oktatást nyújt az iskola, szóval ezek a közgazdasági területeken nagyon sok tudást átad, valamint nagyon kedvesek a tanárok, jó a közösségünk. A nyílt napot több éve megszervezik az oktatási intézményben, amelyet mindig nagy érdeklődés övez. Már sok évre visszamenőleg úgy szervezzük meg a nyílt napot, hogy a virtuális iskolai vállalatoknak a kiállítását is ekkor tartjuk, ami ez a hangzavar, ami itt ugye most van, ez pont arról szól. Nagyon fontos, tehát itt látszik ezen a kiállításon is, hogy mennyire kreatívak a diákjaink, hogy mit jelent az, tehát itt látszik, amikor megalakítanak egy virtuális vállalatot, hogy milyen az elkészíteni egy standot, milyen az felkészülni egy sikeres üzleti kommunikációra. A rendezvényen a diákok elhelyezhették részvétnyilvánításaikat a belgrádi iskolai vérengzés áldozataira emlékezve.